A Tatabányai Jászai Mari Színház akadálymentesített előadással lepte meg siket és vak közönségét. Ezúttal a Mikvét akadálymentesítették. Az előadás előtt Mihály Csaba vezette körbe az érdeklődőket, akik körbejárhatták a színpadot és megérinthették a díszletet, valamint a jelmezeket. Érkezett hozzánk egy felkérés. És most én ugye csak a vakok és gyengénlátók részéről beszélek, mert én azzal foglalkozom. Régebben már a színház akadálymentesített előadást a siketeknek és nagyot hallóknak, és amikor először jött ez a lehetőség, hogy részt lehet venni olyan tanfolyamon, ahol meg lehet tanulni azt, hogy hogyan lehet vakok számára akadálymentesíteni előadást, akkor mi voltunk az elsők, akik erre rácsaptunk. Sőt, úgy tudom, hogy mi voltunk az első vidéki színház, ahol volt ilyen akadálymentesített előadás 2 évvel ezelőtt, az a Célmagnóliák. És hát az hihetetlen öröm látni, hogy mennyire hálás közönség tud lenni ez az akadályoztatott réteg, tehát hogy mennyire örülnek, hogy ők is részesei lehetnek a színházi élménynek, és hogy szinte teljesen, vagy teljes körűen át tudják élni azt, amit a látónézők. Igen, aminek ilyen virágformája van, és ez azért érdekes, mert hogy a stílusában teljesen elüt a díszletnek a többi részétől. A díszlettervező azt próbálta ezzel érzékeltetni, hogy valaki otthon felújította a lakását és behozta a mikvőt, tehát hogy minden ilyen szeretve, tehát hogy ilyen össze-vissza. Itt van egy nagyon érdekes dolog, ezt nem írtam bevezetőben. A legfontosabb az, hogy a díszletet úgy elmesélni, úgy bemutatni, hogy a darab cselekményéből lehetőleg semmit se áruljon el az ember, hanem hogy meglepetés legyen, tehát ugyanúgy váratlanul érje őket. Tehát, hogy bemutatni bizonyos kellékeket, bizonyos tárgyakat, díszletelemeket, úgy, hogy ne lője le az ember a poénokat, hogy ez mikor, miért, csak hogy ez fontos, hogy megismerje, hogy tudja, hogy ez mi, de hogy ne lője le, hogy miért. Kaptam már egy hangfájba leírást a színpadról, meg a jelmezekről, és most, hogy így körbejártuk, így elég jó. Hát tetszeni minden tetszett, érdekes. Ami érdekelt az, hogy a medence az valódi medence, vagy hogy van-e víz benne, és hát ez kiderült, hogy igen az, tehát van benne. Tehát egy rendes medence, valódi medence van a színpadon.